Minden a megfelelő időben, helyen kezdődik és ér véget. 1975-ben Peter Weir elkészítette a Piknik a függősziklánál című filmjét. Minden idők egyik leghíresebb ausztrál filmje, és minden idők egyik legnagyobb misztériuma. Egy történet, amelynek nincsen megoldása. Egy rejtély, amely örökre bennünk él tovább, és rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele, rajtunk múlik, hogy mennyire engedjük magunkba, és ezáltal a rejtély egy kicsit a részünké válik. De miről is van szó? 1900-ban Valentin napon egy elit iskolának, leányiskolának a növendékei elmentek kirándulni Ausztráliában egy gyönyörű hegyhez, ez a függő szikla, ahol piknikeztek, és aztán néhány lány felment a sziklát közelebbről is megnézni. Hárman közülük soha többé nem tért vissza. Egy tanárnő, aki utánuk ment, ő is ott maradt, és nem találtak sem holttestet, sem nyomot, nem lehetett tudni, hogy valójában mi történt. Gyilkosság, öngyilkosság, baleset, semmiféle magyarázat nincsen. És Joan Lindsay, aki a történet írója, aki a könyvet írta, nem volt hajlandó a filmrendezőjének megmondani, hogy ez a történet, ez egy valóban megtörtént történet, vagy pedig egy kitaláció, egy fikció, és hogy mi történt valójában a lányokkal. De aki a filmet látta, aki a filmet megnézte, az kap ebből egyfajta érzelmi töltetet, egyfajta energiát, amit aztán magával tud vinni, és ami nagyon jó arra, hogy például egy vacsora asztalnál hosszasan lehessen a filmről beszélni. Hiszen a film valójában az életről és a halálról szól. Pontosabban az élet és halál táncáról, az élet és halál misztériumáról. Ez a film egy olyan misztérium, ami mindannyiunkat érdekel és foglalkoztat, hiszen a mi életünkbe is eljön az a pont, amikor véget ér legalábbis egy állomás véget ér az életben, az életünkben. Az élet menni fog tovább, de a mi testünk az marad, és nem megy tovább. És a filmben az az érdekes, hogy van egy megfigyelő, van egy fiú, aki a lányokat figyeli, a fiút elvarázsolja a lányoknak a szépsége, különösen Mirandának a szépsége, aki mondhatni a történet főszereplője, bár a film 35. perce után már nem láthatjuk, hiszen ő az egyik lány, aki eltűnik. De Michaelt, ezt a fiút megbabonázza a lányok szépsége, és ő nem tudja elfogadni, hogy a lányok eltűntek. Tehát ő az, aki megpróbálja a végsőkig keresni őket a sziklánál, nagyobb bedobással, nagyobb energiával, mint maga a rendőrség, és ez az igyekezet, ez jutalomra talál, úgymond. Ez egy nagyon érdekes aspektusa a filmnek, amikor Michael igyekezette, ő talál egy ruhadarabot az egyik lánynak a ruhájából. Később kiderül, hogy ez Emma volt, akit aztán meg is találnak. Akit valahogy úgy is mondhatnánk, hogy az istenek visszaadnak. A három lányból egy megkerül, de mindent elfelejtett, nem tud semmit, nem tud információval szolgálni, nem tudja elmondani, hogy mi történt. És a filmben van egy jelenet, amikor
amikor szabályosan nekiesnek a lányok, és ebben a jelenetben, ez egy nagyon erős jelenet, ahol a visszatért Emma piros ruhában jelenik meg, ami a piros ruha ugye a vért szimbolizálja, ugye a halált, az elveszett lányokat, és próbálják belőle kiszedni, hogy mi történt, hiszen ő ott volt, neki tudnia kell, de nem tudja elmondani, mert semmire nem emlékszik. És ezt fájdalmasan nekünk nézőknek is el kell fogadni, hogy ennek a misztériumnak nem kapjuk meg a megoldását. Emma lett volna az utolsó, aki el tudja nekünk mondani, de nem mondta el. És ezáltal gyakorlatilag minden egyes lányban ott marad a gyász, a szomorúság, és különösen Sarah-ban, aki nem volt ott a pikniken, aki nem ment el ezen a napon a lányokkal, mert büntetésben volt, és ő neki van a legszomorúbb élettörténete, ugye ő egy árva kislány, aki egész életében gyakorlatilag a szenvedéssel állt szembe, a szenvedést tapasztalta meg, és ő az, aki a végén, amikor elveszik tőle az utolsó szalmaszálat is, és megvonják tőle az ösztöndíjat, akkor öngyilkos lesz. És ugye az igazgatónő, aki egy igazi jégszívű, egy igazi kemény, és mondjuk ki gonosz teremtés, ki uralja ezt az iskolát, ő a végén rájön arra, hogy amit tett, az megbocsájthatatlan. Az ő döntése következtében lett öngyilkos Sarah, és az eredeti filmfeldolgozásban az igazgatónő felmegy a hegyre, és keresi az eltűnt lányokat, ahol viszont Sarah képe jelenik meg előtte, és ezek után már csak azt látjuk, hogy a holttestét elviszik a rendőrök. Tehát ő volt az, aki nem tudta ezt épp ésszel feldolgozni, ami döntésének a következménye volt. A vágott verzióban, ami a híresebb változat, nem szerepel már ez a rész. Az igazgatónő, amikor felmegy a hegyre, nincsen benne. Aki mind a két verziót látta, az eldöntheti, melyik tetszik neki jobban. A vágott verzió az egy sokkal markánsabb, sokkal mondjuk ki, sokkal jobban megőrzi a misztériumát a függősziklának, a hegynek, sokkal jobban koncentrál erre a világra, ami megfoghatatlan számunkra, mégis mindannyian konfrontálódunk vele, mégis mindannyiunk életében eljön az a nap, amikor mi is belépünk a függősziklák közé, hiszen valójában a halál szimbólumának is tekinthető, és egyfajta rituáléval lépnek be a lányok, ugye, hogy leveszik a harisnyájukat, és a tanárnő, aki utánuk ment, a szoknyáját is leveszi. Tehát mint egy ilyen ártatlanság elvesztése, mint egy ilyen rituális átváltozás, egy olyan megfoghatatlan, éber állapotban, megérthetetlen, racionálisan nem lehet mit kezdeni vele élmény, egyfajta meditáció a film, főleg a piknik, amikor a lányok piknikeznek, egyfajta mély meditatív állapot kell hozzá, és hogyha bekerülünk ebbe a meditatív állapotba, akkor megérthetjük, hogy ez a misztérium, aminek nincs megoldása, és amiért nincs megoldása, pont ezért velünk marad, bennünk marad, és így él tovább, örökké. Ha tetszett a filmelemzés, itt tudsz feliratkozni, a képernyő alatt van a gomb,
Megköszönöm neked, így nem maradsz le a további elemzésekről. Sőt, itt a képernyőn megtalálhatod két másik elemzésemet. Viszlát, következő alkalommal.